Cleveland, Ohio állam második legnagyobb városa az Erie-tó partján. 1796-ban alapították a Cuyahoga folyó torkolatánál. Számos csatornájának és vasúti pályájának köszönhetően sokáig az acélipar egyik nagy fellegvára volt. Az ipari termelés visszaesésével kereskedelmi, tudományos és kulturális központtá vált. Az 1800-as évek végén pezsgett az élet Clevelandben. Sorra érkeztek az európai munkáskezek, köztük magyarok is szép számmal. 1900-ban már majdnem 10 000 magyar élt és dolgozott a városban. Több gyárban csak magyar szót lehetett hallani. Kunc Tivadar 1873-ban alapított üzemében például kizárólag magyarok dolgoztak. A magyarok többsége ugyanabban a negyedbe költözött. Vágytak egymás társaságára, hiszen így könnyebben boldogultak a mindennapokban. Saját városrészük alakult ki, melynek központja a több mérföldes Buckeye Road volt. Magyar üzletek, irodák, éttermek sorakoztak az utcában. A clevelandi magyarok száma 1920-ra meghaladta 43 000 lelket. Ahol pedig ennyien összegyűlnek, ott gyorsan megfogalmazódik a szervezett közösség iránti vágy. Elsőként a reformátusok fogtak össze, gyülekezetet alapítottak, és 1890. október 12-én megtartották első istentiszteletüket. Történelmi pillanat volt ez. Clevelandben megszületett az amerikai magyar reformátusság. Erős hitben megállva 1894. november 25-én már saját templomukban kulcsolhatták össze kezeiket hálaadásra. A clevelandi magyar katolikusok sem tétlenkedtek. 1892-ben ők is megszervezték közösségüket. Az óhazából kértek és kaptak lelkivezetőt Böhm Károly személyében. Még abban az évben megtartották az első magyar nyelvű szentmisét. Protestáns testvéreikhez hasonlóan ők is templomépítésbe kezdtek. 1897-ben nyíltak meg a Szent Erzsébet római katolikus lelki hajlékkapui. A templom nem csak lelki hajlékként szolgált, a nemzeti élet központjává is vált. Régen valójában a templom volt az, amely összefogta a magyarságot, mondhatni mindenféle szempontból, nemzeti, nem csak vallási szempontból, hanem kulturálisan is. A templom volt az a hely, ahol találkoztak, hétről hétre összejöttek, és mondhatni a vallásgyakorlat mellett kulturális életet is éltek. A hitükben megerősödött clevelandi magyar katolikusok 1898-ban iskolát is alapítottak, hogy az új hazában született apró lelkek megismerjék az ősök nyelvét és a magyar kultúrát. Böhm Károly atya vezetésével közel 100 gyermek ült be a padokba. A lendület azonban nem tartott sokáig. A felnőtté érő fiatalok a jobb megélhetés reményében elköltöztek. Új munka lehetőséget kerestek más városokban, maguk mögött hagyva a magyarok közösségét, és ezzel sajnos az anyanyelvüket is. Aztán nem maradt el a megújulás. Két hullámban érkeztek újabb magyar bevándorlók, akik azonnal felkeresték a templomot. Először az 1956-os forradalmi menekültek, majd az 1990-es évek elején Erdélyből érkező fiatalok töltötték meg élettel a szent hajlékot. Újra gyerekek ültek a padokba, újra volt hittan, újra volt eredménye a magvető munkának. Több mint 25 év után volt újra első áldozás. Csak aztán egy pár évig volt. Most már ők is kezdnek felnőni, most már azok a gyerekek, akik itt voltak első, azok, amikor kijöttek 90-es évek elején, már
egy része egyetemen van, úgyhogy már azok is kiszakadnak a közösségből. Már, most már csak olyan 10 gyerek van, akik hát elemiskolában, meg középiskolában járnak. A családok is már ugye kezdik összeszedni magukat, jobb munkájuk van, a nyelvet fölveszik, mert ugye kurzusokra járnak, fiatalok hamarabb fölveszik a nyelvet, úgyhogy már ők is kiköltöznek külvárosokba. Hogy egy pár év múlva mi lesz, nem tudjuk. A Clevelandi Magyar Múzeum különös helyen, a város egyik bevásárlóközpontjában várja látogatóit. Lelkes tagokból álló csoport alapította a hagyományokat őrző gyűjteményt 1985-ben. Azzal a céllal, hogy tovább éltesse a magyar bevándorlók emlékeit, és megakadályozzák azt, hogy a magyarság életéről tanúskodó iratok, könyvek, a múltat őrző dísztárgyak elkallódjanak, vagy a szemétbe kerüljenek. Az a reménységünk, hogy itt mindenki megtalálja valamit, megtalál valamit abból, amit esetleg magáénak tud érezni, ami táplálja a magyar vágyat, élteti benne és táplálja. Mert tulajdonképpen azért jövünk ide, mert magyarságunkat szeretnénk valami formával táplálni és éltetni. Clevelandben tudják, nagy a felelősségük a múlt emlékeinek összegyűjtésével, hiszen lassan már csak az örökség múzeumokban ismerhetjük meg az amerikai magyarság történetét. A jelen utcaképei szomorúvá teszik az itteni magyarokat. Már csak a múzeumi tárgyak, a fényképek megsárgult lapjai idézik az egykori központ, a Buckeye Road hangulatát. Az 1980-as évektől, 100 esztendővel a magyarok Clevelandbe érkezése után ugyanis drasztikusan csökkent a lélekszám a negyedben. Szívek szakadtak meg, amikor a templomokról lekerültek a magyar zászlók, és az utolsó magyar szó is elhagyta a több mérföldes utcát. A múzeum önkéntesei igyekeznek minden clevelandi magyar kincset megőrizni. Olyan tárgyakat, amelyek mesélnek. Mesélnek arról az életről, amely egykor a város magyar közösségét jellemezte. Ez mind a cserkészek által faragott kapu, ami hát ők teljesen önmaguktól létrehozták. Ebben benne van, hogyha jól megnézzük elsősorban, hogy melyik csapat csinálta és mikor lett építve. Pedig len, azt hiszem, nem nagyon kell beszélni róla, mert mindenki fölismeri. Ez egy másolat a magyar koronának, amiből 5 készült, és vagyunk olyan szerencsések, és főleg nagyon büszkék, hogy nekünk is jutott ebből 1. És nagy tiszteletbe tartjuk itten, és nagyon örülünk, hogy tudjuk a közönségnek mutatni. Mint annyi mindent, az első magyar cserkész csapatot is Clevelandben szervezték meg 1951-ben. Azóta helyi magyar fiatalok százai tettek cserkészesküt a városban. Jelenleg 4 cserkész csapat működik, egy lány és egy fiú csapat tart összejöveteleket a nyugati oldalon. 2 felnőtt cserkész csapat működik a keleti oldalon. Összesen mintegy 200 igazolt cserkésszel. Mi vonza őket? Talán az, hogy ebben a szervezetben magyarok maradhatnak. Legalkalmasabb ifjúsági szervezet erre a célra, hogy a magyarságot megtartsák. Ugyanis ahhoz, hogy valaki cserkész legyen itt Clevelandban és a külföldi Magyar Cserkész Szövetségben, tudnia kell a nyelvet beszélni. Ahhoz, hogy valaki ősvezető legyen, egy minimális magyar történelmi, földrajzi, irodalmi tudásának kell, hogy legyen. És így a magyar tudást ápoljuk,
a magyar beszédet gyakorolják a gyerekek. A cserkészet iránti kötődés apáról fiúra száll. Aki egyszer magára ölti az egyenruhát, kezét magasba lendíti, és szívből szólva elmondja az esküt, annak élete részévé válik a cserkész élet. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. Szól a fogadalom. Szerintem a cserkészet volt az, és a magyar iskola is bizonyos fokig, ami egy erős magyar öntudatot nevelt belénk. Az egyházak is kulturális élményt adtak, mármint magyar kulturális élményt, de a cserkészet az, ami tudatossá tette. Az, hogy barátokkal együtt más gyerekek is vannak, akiknek más, ugyanabból a háttérből származnak, mint mi. Szerintem én ugyanazt fogom csinálni, mint az apukám, hogy viszem magyar iskolára, meg cserkészetre, és mindig magyar misékre is viszem, és hogy katolikus legyünk. De ja, szerintem ugyanazt fogom csinálni, mint az apukám, meg az anyukám. Van tehát remény, vallják a cserkészek, hogy nem tűnik el a magyar nyelv, az apák öröksége. Nincs ok a félelemre, amíg hétről hétre egybegyűlnek a fiatalok, és vágyják a magyar népzenét, a népdalt, és a legfontosabbat, a magyar szót. A magyar iskolában egy átlag hétfő estén Clevelandben 100-valahány gyerek van. Én azt látom, hogy a regős csoportban, két tánc csoport van, a csárdás és a regős, mind a kettőben vannak 20-an legalább, akik minden héten összejárnak és tanulják a néptáncot. Egy cserkészgyűlésen 50 fiú, 50 lány nagyon könnyen. Én látok reményt. Karácsonykor, húsvétkor tömb be mindegyik templom, akik magyarul hallgatják az Isten tiszteletet vagy a misét. Néptánc, népzene, népi viseletek, balladák, hangszerek és népszokások. Ezek mind olyan értékek, amelyek büszkévé tehetik a magyarokat, akár a Kárpát-medencében, akár azon túl. Így gondolta ezt két fiatal is, amikor 1973-ban létrehozták a regős csoportot. Clevelandi magyarokat hívtak, hogy együtt ismerkedjenek a magyar kultúrával. Ezeknek a fiataloknak a feladata a regős programmal kapcsolatosan az, hogy önmaguk is ismerjék a magyar kultúrát, a magyar hagyományokat, különösképpen mondjuk erősebben a népi hagyományokat, de azt, hogy meg tudják osztani a környéki közösségekkel, tehát a városon vagy városon kívül, a mennek és mint régen-régen a regőlők csinálták, igenis viszik a hírt a magyar népről, a magyar kultúráról, és képviselik azt a nemzetet, aki szerte a világban el vagyunk szórva. Az 1965-ben alapított Árpád Akadémiának is az a célja, hogy megőrizze az értékes magyar kultúra kincseit. Ez a művészeti és tudományos egyesület adott lehetőséget arra, hogy a magyar származású tudósok, írók, művészek bemutathassák műveiket. Régen ez egy társaság volt, ez egy baráti kör volt, akiben kialakultak a barátságok, összejöttek. Ma már ez nincs. De azért jönnek emberek, van, aki még a régi időkből keresi a régi barátokat. Nincs meg az a szolidaritás, ami régen volt, de viszont jól esik azért összejönni, beszélni, látni, hogy mik a vélemények. Ez egy fórum, ahol az emberek elmondják a véleményüket.
A clevelandi magyarok szellemi közössége maradandót szeretett volna alkotni, ahogy azt elődeik tették. Amikor 1904-ben Kossuthnak szobrot állítottak a város központjában, a University Circle-on. Így hát 1934-ben különleges esemény hozta lázba a clevelandi magyarságot. Egy kertet, a magyar kultúra értékeit őrző emlékkertet hoztak létre a városban. Itt avattak fel elsőként egy Liszt Ferencet ábrázoló domborművet. A kert hivatalos 1938-as átadását követően aztán újabb és újabb magyar művészeknek állítottak emléket. Madách Imrének, Ady Endrének, Reményik Sándornak. Magyar emlékhelyek ezek, távol a Kárpát-medencétől. A büszke ragaszkodásról árulkodnak, arról, hogy a honvágy soha nem múló fájdalomként mart nyomot a szülőföldet elhagyó lelkekbe. Szűnni nem akaró végtelen vágy, amely holtáig a hazához kapcsolja az embert. Így született meg az Árpád Akadémia tagjaiban a gondolat, hogy 1975-ben Mindszenty bíboros tiszteletére teret avassanak. 1997. május 30-án aztán újraavatták, amikor bronzszoborral adóztak az 1956-os forradalomban elhunyt névtelen hősök emlékének. Memento ez az emlékmű, azért, hogy senki ne feledje egy maroknyi európai nép sorsát, történelmét és hősies szabadság küzdelmét. Boston, vagy ahogy becézik, város a hegyen, babváros, vagy csak egyszerűen a puritán. Sokan sokféle jelzővel illetik az Amerikai Egyesült Államok egyik legrégebbi városát. 1630-ban alapították az Angliából érkező puritánok. Közel 400 éves történelme Amerika egyik leggazdagabb és leginkább egyedi településévé emelte. Gazdasága ma a felső oktatásra, kutatásra és tudományos életre épül. Boston szellemi központja az 1636-ban alapított Harvard Egyetem. A felsőoktatási óriás a világ szinte minden részéről vonza a kiváló oktatókat, kutatókat, köztük sok magyart. Itt végezte munkáját többek között a Nobel-díjas Békési György, míg a számítástechnika atya Neumann János az egyetem díszdoktori címét vehette át. Bostonban sok magyar megfordult. Az 1930-as évek vége felé az egyetemek köré csoportosult magyarok kis társasága rendszeres összejöveteleket tartott, de a közösség életében fordulópontot csak az 1990-es évek közepe hozott. Azonos korú szülők szembesültek ugyanazzal a problémával. Kiskorú gyermekeiken különös és nem várt változásokat tapasztaltak. A kisebbek játékában a magyar nyelvet felváltotta az angol. Veszélybe került az anyanyelv. Amikor picik voltak, én dolgoztam, és ők daycare-ben voltak, bölcsödében, ahol egész nap angol szót hallottak. És mikor otthon voltunk és játszottunk, akkor ők egymás között is angolul beszélgettek. Tehát nem tudtak magyarul játszani. És beszélgettünk erről más magyar mamákkal Boston környékén, és ők is panaszkodtak erről. És így jött az ötlet, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy magyar játszóházat, ahol a mamák is együtt vannak, beszélgethetnek, és a gyerekek együtt megtanulnak játszani. A szülők lelkesedésének köszönhetően a kezdeményezés sikeres lett. Egyre több anyuka csatlakozott gyermekével a Kuckóra keresztelt csoporthoz. Ez komoly felelősséget hárított a szervező szülők vállára. Az együttlétekre, alkalmakra készülni kellett.
népdalokkal, mondókákkal, kézműves, hagyományőrző játékokkal. A legkülönbözőbb helyeken találkoztunk, volt, hogy a strandon voltunk, volt, hogy valakinek a házában, volt, hogy az erdőben kirándultunk, de mindig volt valami rendes program, amin részt vehettek a gyerekek, hogy megtanuljanak együtt magyarul is játszani. Alig telt el néhány év, és az összefogás intézményesített formát kapott. 2000-ben hivatalosan is létrejött a Boskola, a bosztoni magyarok iskolája. Amikor elérték az iskoláskort, akkor éreztük, hogy ez már kevés, és akkor megkérdettük itt a bosztoni magyar közösségnek, hogy szervezünk egy iskolát, kit érdekel, és az érdeklődők jelentkeztek, akkor körülbelül 20 gyerekkel, 6-8 családdal indítottuk. Két osztály volt, volt egy óvoda és egy iskola. A kezdetek óta sokat változott a Boskola. Ma már a bölcsődétől a felnőtt korosztályig 10 osztályban tartanak magyar nyelvű foglalkozásokat. Sőt, évről évre egyre többen jelentkeznek. A Boskola híre átlépte a szövetségi állam határait, hiszen ma már 4 másik államból is idehozzák a szülők gyermekeiket, hogy azok megismerjék az anyanyelvet. Az iskola minőségét jelzi, a gyerekek is szívesen jönnek, hogy tanuljanak, no is, hogy barátaikkal találkozhassanak. Mert akkor legalább találkozhatok itt Amerikába valakivel, akivel magyarul beszél, és itt ide jár, meg magyarul beszél nagyon rendesen. Bird. Madár. 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 Dinosaur. Dinosaurus. Ez egy nehéz magyar szó, ugye? Tree. Nem is annyira magyar. Uh-huh. Ez egy fa? Óvodások tanulják a magyar szavakat. Nehezen formálódnak a hangok, de annál nagyobb örömet jelent minden apró siker. A gyerekek itt hozzászoknak ahhoz, hogy a szülők nyelve nem holmi különleges szokás, hanem élő valóság. A gyerekek büszkék arra, hogy magyarok. Tehát elmennek a gimnáziumba is, és hallom telefonba, hallom az interneten beszélgetés során, hogy mi a legfontosabb témájuk. A Boskola, a cserkészet, ilyen jó buli volt, ezt csináltuk. Ez az igazán nagy élmény. Sok szülőnek nehéz küzdelmet jelent a Boskola felé vezető út. Ahogy az amerikai magyar kamaszok értelme nyílt, és a lázadókor éveibe érkeztek, egyre inkább elzárkóztak az anyanyelv világától. Nekem nagyon nehéz volt, főleg a fiammal. Ő az elején nagyon nem akart magyarul beszélni, nagyon tagadta, nem akart más lenni, mint a többiek. Mindenáron azt szerette volna, hogyha ő csak be tud olvadni az amerikai közösségbe, és nem értette, hogy miért van az, hogy az ő szülei akcentussal beszélnek, és ő ráerőltetnek egy egészen más nyelvet. És nekünk borzasztó nagy lökést adott az, amikor ide költöztünk Bostonba, beilleszkedtünk a magyar közösségbe, elkezdtünk összejárni, és elkezdtünk részt venni azokon a magyar ünnepségeken, magyar összejöveteleken, ahol mások is magyarul beszéltek. És tulajdonképpen egy ilyen családi összefogással indítottuk meg az iskolát, ahol 6-8-10 család összeálltunk, és te tanítod az én gyerekem, én tanítom a te gyereked, mert nekem úgysem fogad szót a sajátom. Címszóval próbáltuk meg azt, hogy egymást segítettük, és ez átfordította a gyerekeket abba az irányba, hogy na jó, hát akkor más gyerek is van, akivel lehet játszani, és az ő szülei is ugyanolyan furcsák, mint az enyémek, és őket is ugyanúgy erőltetik, akkor talán mégsem olyan borzasztó rossz dolog ezt a magyar tanulni. És ehhez képest most már teljesen átállt a hozzáállásuk. A hazánk legmagasabb pontja az 1014 méter magas kékestető. Különleges tartalmat rejtenek ezek a szavak a Boskola földrajzóráján. Hiszen a gyerekek nem csak a mai Magyarország természeti adottságait tanulják meg, hanem magukba szívhatják a hazaszó magyar jelentését. Éppen ezért döntött úgy nagyon sok család, hogy Boston környékére költözik. Erről halva, erről a közösségről ez egy olyan erő volt, ami idehozott minket, persze a város, persze más személyes okok miatt is. Itt egy éve akkor elkezdtem tanítani, és ez egy új élmény. Eddig a saját gyerekeimet tanítottam otthon reggelente, próbáltam egyedül fönntartani bennük a magyar tudásukat. Így most egy csoportban sokkal egyszerűbb velük venni azokat a
olvasmányokat, azokat a történelmi leckéket, amiket a magyar gyerekek otthon megkapnak az iskolában, azt itt próbálom én egyedül a beléjük csepegtetni. Na most ettől azért félt a kommunista vezetés, és az orosz vezetés is, mert attól félt, hogyha viszont túl sok változást enged meg, akkor ez könnyen azt jelenti, hogy az emberek megint ugye megérzik a szabadságnak a lehelletét, és megpróbálnak megint fellépni és visszafordítani a kommunista diktatúrát. A magyar nép történelmének nem is olyan távoli megpróbáltatásait hallgatják a gimnazista fiatalok. A tanárok mindent átadnak nekik, amit kortársaik az óhaza iskolapadjaiban megtanulnak. Itt a tananyag nem kötelező, és a tanárok sem képzett pedagógusok. Önkéntes munkát vállaló szülők adják tovább tudásukat. Mindig is szerettem tanítani otthon Magyarországon, és ott persze vegyészmérnök hallgatókat tanítottam a műegyetemen, de valahol hiányzott a tanítás itt Amerikában is, és egy élmény volt az, hogy elkezdtem tanítani, én legszívesebben a nagyobbakat, idősebbeket, ugye ez voltam hozzászokva, tehát a gimnazistákat tanítom itt a Boskolában, és egy élmény volt, mert velük persze nehezebb, mert őket, ahogy Emese is említette, ahogy Gabriela is említette, tehát őket megtartani, ez a legfontosabb számunkra. Azt, hogy ők nagykorban se szégyeljék azt, hogy ők magyarok, hanem éppen, hogy megtartsák ezt a magyar gyökereket, és hogy ők egyrészt amerikainak is érezzék magukat, de magyarnak is éppen olyan büszkeséggel. Ha egy külföldi Magyarországra látogat, biztosan elmegy a Balatonra is. Mit jelent? A magyar... Várjál, jó, mit bocsánat. Jelent? If a foreigner goes to visit Hungary, for sure it will go to Balaton also. A hétvégi iskolában nem csak gyerekek tanulnak. Vegyes házasságban élő amerikai szülők is vállalják, hogy beülnek a padokba. Míg a gyerekek mesét, mondókát, történelmet vagy más tantárgyak rejtelmeit hallgatják, addig a szülők az időnként komoly megpróbáltatásokat jelentő magyar nyelv szókincsével, szabályaival ismerkednek. Mert a férjem magyar. Igen, és itt, hát ott... Magyarországon találkoztunk, megismertünk egymást, és hát egy kicsit ott éltem, de vagy angolul, vagy németül beszéltem, és csak boltban tudtam bemenni, kenyeret kérni, ilyesmi. De amikor Amerikába költöztünk, született a fiam, és a Gábor akkor mindig magyarul vele beszélt, és 3 év után jött a Réka lányom, és csak angolul. De költöztünk ide, bostoni környékbe, és itt találkoztam a nagyon jó Boskola emberekkel, és itt nagyjából az egész magyarul tudásomat itt összeszedtem. E csodálatos mondatokból kiderülhet, gyereknek és szülőnek egyaránt különleges világot tár fel a Boskola. Babágok, fadar a bogakt hoznak, Macsi mellenyében, svejci sapkában, sállal a nyakában, jelenik meg nagy mérőszallag a kezében. Fazekas Mihály Ludas Matyi története jó messze került az Alföld nyugalmat adó csendességétől. Észak-Amerika legidősebb városában egy maréknyi magyar gyermek rendhagyó előadásra készíti elő a darabot, ezzel szerezve örömet szüleiknek és minden felnőttnek. Ha visszagondolok az életembe itt a bostoni évekre, ebben a 20 évben ez volt a legjobb dolog, ami mindannyiunkkal megtörtént itt. Példaértékű a Boskolában végzett munka. Mintául szolgálhat valamennyi amerikai magyar közösség számára. A bostoni magyarok oktatásának egyik fő célja az, hogy olyan új értelmiségi generációt neveljenek az amerikai magyarság számára, akik képesek lesznek a jövőben életben tartani és megfelelő módon képviselni a nemzeti közösségüket és a szüleik, nagyszüleik óhazáját, Magyarországot. Egy felelősség is, mert ha belegondolsz, hogy hány helyen van élő magyar közösség jelenleg Észak-Amerikában, ez nem olyan sok város. És ebből a szempontból Boston kinevelhet egy olyan újabb értelmes, nem mondanám, hogy értelmiségi, de csak értelmes, jó affinitású, magyarul jól beszélő, újabb értelmiségi generációt, aki majd utánunk lesz egy kapocs két ország között. Tehát kicsit, ha nem is mondjuk ezt nekik, de
szívünk szerint azt szeretnénk, hogyha egy új amerikai magyar vezető réteget is tudnánk nevelni. Véget ért a délelőtti tanítás. Az órák után különleges foglalkozás veszi kezdetét. Fejjel a harcson a zeny, álljunk csak a sorba vidáman. Ránk vár a világ, ez a harc a miénk, katonái vagyunk valahányan. Jó fejterünk, íz moskarunk, élő szemünk svidámban. A cserkész induló dallamára magyar lobogó emelkedik a magasba a bosztoni fák árnyékában. Kezdetét veszi az újabb foglalkozás. Itt már nincs tananyaghoz kötődő kötelesség. A cserkészek szabad világa tárul ki. Az egyenruhába bújt fiatalok számára ekkor kezdődik a magyar élet. Népdalok, játékok, különleges cserkészfogások kimeríthetetlen tárháza nyílik meg. A játék ezen a napon rövid ideig tartott. A fiatalok előadásra, megemlékezésre készültek. Arra, hogy megidézzék apáik és nagyapáik óhazai történetét. Azt, amikor 1956-ban egy maroknyi nép szembe mert szállni a kommunizmus eszméinek gyilkos elnyomásával. Korhű egyenruhák és mozdulatok töltik be a termet az unokák előadásában. Úgy, akár csak 1956-ban a Pesti utcán. Az Amerikában élő magyarok már többször megmutatták, hogy összefogással nagy dolgokat vagyunk képesek véghez vinni az otthoniak megsegítése érdekében. Ezután kérek minden jelenlevőt, hogy aki megteheti, járuljon hozzá az adomány gyűjtéshez, amit én azzal támogatok, hogy minden egyes adományozott dollár megduplázott. Az összegyűjt pénzt a bosztoni konzulátuson keresztül jutatjuk el a magyar kármentő alaphoz. Nem csak a múlt tisztelete köti a bosztoni magyarokat az óhazához. A jelen ugyanolyan fontos, és ha baj van, segítenek. Gyűjtenek és adnak a magukéból annak a nemzetrésznek, amelyet kényszerből évekkel, évtizedekkel ezelőtt elhagytak. Azt mondják, úgy érzik, a haza és a nemzet szeretet, valamint a honvágy soha el nem múló fogalmakként ívódtak be lelkükbe. Ezért tartják fontosnak a Magyarországért vállalt önkéntes munkát, azt, hogy a szükségben segítsenek. Én csak úgy érzem magam, hogy valamit kellene visszaadni a Magyarországra, ahol amit én ott hagytam 1965-ben, mikor 13 éves voltam. És így nekem van valami előnyöm, amit tudok erre felhasználni, mint egy ügyvéd, és így tudok, próbálok segíteni a előző hazámnak. Az ünnepi előadást nem csak tapssal köszönték meg a bosztoni magyarok. A cserkészeknek zászlót adományoztak, amit a hagyományoknak megfelelően papi áldással vett át a csapat. Urunk Istenünk, áld meg ezt a csapatzászlót, és áld meg mindazokat, akik ezen zászlót átveszik, őrzik, és alatta majd összegyűlnek, hogy ők mindnyájan az egység és a szeretet jelei legyen. Boston felhőkarcolói között, a belvárosban, a történelmi fontosságú Liberty Square-en található az amerikai magyarok egyik legnagyobb szabadtéri szobra. A Massachusetts-i Magyarok Egyesületében fogalmazódott meg az 1980-as évek közepén az emlékmű állításának gondolata. Az indítékot a forradalom 30. évfordulója adta. Pályázatot írtak ki, és gyűjtést szerveztek. A közösség nagyon-nagyon lelkes volt, és mindenki támogatta, és mert mi azt kértük, hogy mindenki adjon, mióta 10 000 napja itt vagyunk már a nyugati szabad világban, egy napi keresetét a 10 000-ből. És nagyon-nagyon sokat, azt majdnem mindenki megadta, és sokan megduplázták. Az összegyűlt pénzből készült el Hollósi György, amerikai magyar szobrászművész alkotása, amely az 1956-os szabadságharcnak, az áldozatoknak és a magyar nép bátorságának állít emléket. A Boston belvárosában található bronzszobrot
1986. október 23-án Pongrácz Gergely a legendás Korvin közparancsnokának jelenlétében leplezték le. Minden év október 23-án azóta is magyarok kis csoportja hajtja meg fejét a névtelen hősök emléke előtt. És megszólal a magyar himnusz Bostonban, Amerika szabadság bölcsőjeként emlegetett városában.